fotografás papírtesület tornászai, akik egy rövid kis bemutatóval kedveskednek. Mátyás Gábor a Dunafer SL birkózó szakosztályának szakmai igazgatója nyitotta meg az első alkalommal megrendezett Tusiáki János emlékversenyt. A megmérettetést a veterán, azaz a 35 év feletti korosztály számára rendezték meg. Tusiáki János nevével fémjeleztük ezt a versenyt, aki ugye komoly birkózó és később komoly támogatója volt a szakosztálynak. Ez a mai napon a veterán birkózók, a 35 év felettiek országos bajnoksága, itt ma a magyar bajnoki címek sorsa fog eldőlni. Ez hosszú évek óta már hagyomány, és azt kell, hogy mondjam, egyre népszerűbb, tehát egyre több induló van. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy olyan 150-160 sportoló fog ma szőnyegre lépni. A megmérettetésre az ország minden tájáról érkeztek versenyzők. A szervező Dunafer SL szakosztálya 10 fős csapattal indult a viadalon. Nagyon sokan komolyan veszik még ilyen korban is a birkózást, de ez már leginkább egy baráti összejövetelre hasonlít. Itt mindenki régóta ismeri egymást, tudják, hogy ki, hol, mikor, mennyit birkózott, sokan együtt voltak, válogatott kerettagok is itt azért. Ez egy jóval barátibb hangulata van az egésznek, mint egy felnőtt magyar bajnokságnak tehát. Azért vannak véremenő küzdelmek, de azért itt régi ismerősök, régi sporttársak, olyanok, akik régen együtt birkóztak, tehát egyfajta néha barátságok is, ugye, tehát barátok is küzdenek egymással, de amúgy a küzdelmek azok komolyak. A versenyt kötött és szabadfogásban egyaránt megrendezték, ezen kívül a résztvevőket kor és súlycsoport szerint is szétbontották. A megmérettetésnek a Dunaújvárosi sportcsarnok adott otthont. Az első alkalommal megtartott Tusiáki János emléktornán csaknem 150 versenyző vett részt.